Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Szombat lévén ismét jelentkezik a Kispálya című műsorunk. A Városi Bajnokság első osztályának 18. fordulója sok érdekességet és izgalmas mérkőzéseket tartogatott számunkra. Ezekből egyet, a Fedél Kft. Klubfeca összecsapást most teljes egészében mutatjuk meg Önöknek. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának 18. fordulójában a Klubfeca és a Fedél Kft. Együttesei találkoznak. Kék mezben balról jobbra a Klubfeca csapata támad, még ellentétes irányban, sárgában a Fedél Kft. Együttese. Jelenleg a Klubfeca második a pontvadászatban, még a Fedél a hetedik helyen volt, miközben Odor lőtte kapura a beadást, ami a ketrec mellé csapódott. Hajnal próbálkozott egy előre adott labdával, aztán Spánic passzolja vissza a balbeknek. Távolról próbálkozott ismét Hajnal Imre, aztán levágódott a lövés. Tóth Ballót kereste labdájával. Szóval kissé hosszú volt, így Tóth Attila, a Klubfeca kapus a könnyűszerrel szerezte meg a labdát. Most Máriási végezhet el szabadrúgást, illetve szögletet, elnézést. Máriási beadása Molnár Zsoltot kereste, aki a kapu mellé lő. Újabb szöglet tehát. Máriási Zsolt is és Molnár is játszott a Videoton labdarúgó csapatában. Máriási most még mindig nagy pályázik az Ikarusz Dunafém együttesében, rúgja a labdát. Tóth. Balló. Elakadt a beadás, így a Klubfeca hozhatja játékba a labdát. Egy előre ívelt labda Juhász felé, aztán Máriási teszi vissza. Ódor. Máriási szerelt, ám szabálytalanul a Fedél végezhet el szabadrúgást a mérkőzés harmadik percében, amikor még mindig 0-0 az eredményállás. Tóth lövi el. Céltévesztett. Máriási. Spánic. Juhász. Eddig szép a játék. Hajnal. Slánk Péternek kellett védenie. Szögletre mentett. Így most száll be a labda. Molnár mellel veszi le. Aztán belefújnak a játékvezető Kis Lajos és Bogori Béla, a két játékvezető. Máriási végezheti a szabadrúgást, ami a sorfalról vágódik le. Hajnal bedobása egészen hátra. Tóth Attiláig, a Klubfeca hálóőréig. Hajnal saját emberét, Molnár Zsoltot találta el, aztán most Ódor lőhet kapura. És ugye bajal, de Tóth Attila megkaparintja a labdát. Juhász. Egyelőre tapogatóznak a csapatok, egy-egy kapura lövés mindkét oldalon. Most cserélt a Klubfeca, Molnár helyett Balogh Zoltán érkezett. Balló. Szép labda. Lövés. Borostyán Csaba lőtt kapura. Juhász. Spánic. Thank you.
Áriási fejelte vissza a labdát. Spánic. Rövid volt az átadás. Máriásit előzték meg. Hajnal szerez labdát. Jól forgatja meg Borostyánt, aztán közbelép egy sárgamezes játékos. Így az oldalvonalról hozhatja játékba a labdát a Klubfreca. Ódor. Juhász szereli. Hajnal. Szépen tette tovább két ember között, Máriási azonban már nem tudta visszapasszolni Hajnalnak. Szenneről vágódik le. Jó a középre tett labda, azonban nem érkezett rá támadó. Hatodik perc, 0-0 a mérkőzés állása. Szenner. A Fedél a múlt héten 5-2-es vereséget szenvedett. A C plusz egyedes, és itt az első gól. Egy szép akció után Balló tette le a labdát Odornak, aki könyörtelenül kihasználta a helyzetet, és kapufás gólt lő a Klubfreca hálójába. Ezzel tehát a mérkőzés 7. percében 1-0 Fedél javára. Tehát ott tartottam, hogy a Fedél a múlt héten 5-2-es vereséget szenvedett a bajnok esélyes C plusz V-től, míg a Klubfreca a Fevit átverte 7-1-re. Hajnal próbálkozott egy indítással. Hajnal Imre egyéb iránt a Videoton FCF labdarúgó csapatának masszőre. Tóth. Borostyán hátra. Aztán Lang próbálta előre ívelni a labdát, ám Ódor elcsúszott. Így nem érhette el azt. Spánic. Balog. Jók a cselek. Elakad az átadása. Spánic. Máriási. Nem tudott egészen jól lefordulni őrzőjéről. Spánicot próbálta szerelni Ódor, majdnem sikerült is neki. Borostyán teszi vissza, érkezik Hajnal, aki magasra fejeli a labdát. Aztán Szemmerről megy ki. Máriási. Tóth egészen hátra. Most a két kapus játszott össze. Hajnal. Két ember mellett megy el némi szerencsével, aztán Máriásinál a labda, Juhász. Nem tudja őt szerelni Ódor, ám Tóth ezt megteszi. Fordulhat a Feca. Hajnal lábára tartott Szenner. Így a Feca jöhet szabad rúgással. Tizedik percben járunk 1-0 a Fedél Kft. Javára. Máriási végzi el a szabad rúgást. Ismét egy saját játékos, az, akit eltalál a labda. Juhász Károly találta most el. Ezt elpuskázta a Fedél, három támadó indulhatott volna két védőre. Hajnal. Balog.
Máriási jól viszi el. Szép akció volt. Máriási gyönyörűen vitte el a labdát, majd visszakanyarintott a középre, és Juhász Károly kihasználta a helyzetet. Így a mérkőzés 10. percében 1-1. Szenner. Ódor. Balló. Spánit szerelte, aztán Balog érkezik hátra segíteni. Spánic. Hajnal. Borostyán fejelte ki. Máriási dobhatja be a labdát, Spánic érkezett. Szép mozdulat, azonban elkerülte a kaput. A fejes. Láng kirúgása, Balog. Borostyánnal csatáznak a labdáért. Aztán Balog Zoltán elrúgja a játékszert. Balló szabad rúgása. Hajnal fejéről vágódik ki a labda. Juhász. Balog. Nem volt jó az indítás. Balló felé a hosszú bedobás, aztán Hajnal szereli. Borostyán. Spánic lépett közbe. Szöglet. Balló végezheti el. Levágódik a labda. Aztán némi zavar a feca védelmében. Balog lőtte ki az oldalvonalon túlra a labdát. Most pedig Tóth kapus öklözött. Jók a cselek. Hajnal. Egy lehet finom megoldás, azonban ez most nem volt jó. Hármas számmal új játékos a Fedél Kft. Együttesében a pályán, Rózsa Csaba személyében. Ballót váltotta. Balog. Jó a passz, Hajnal lövi el a kapufa. Szép akció volt. Jó lövéssel. 13. perc, 1-1 a mérkőzés állása. Tóth. Juhász. Jó elképzelés volt. Aztán Hajnal maradott az ellenfél hatosán belül, és most megállítják a játékvezetők a játékot. Megnézik, történt-e sérülés. Hajnal most már talpon. És feldobással folytatódhat a játék. A Fedél sportszerűen visszaadta a labdát. És indulhat a Kukfeca támadása. Spánic lágta előre. Azonban nem talált társat. Spánic szerzi meg. Kapu mellé lövi. Tóth. Ódor. Máriási szerelt.
Szép volt a sarkazás, amit Balog mutatott be. Borostyán két ember támadja, aztán végül is tudott passzolni. Odor, Hajnal szépen szerel. Máriási levágódik a lövése Borostyánról. Szenner. Odor. Borostyán. Rózsa. Spánit szerelte. Egészen hátra Tótnak a felező pályára, a felező vonalra. Ez is nagy helyzet volt. Rózsa leellett finom pöccintéssel próbálkozott, alig került el a kaput. Juhász helyett Gerencsér érkezett a Klubfec együttesébe. Indulhat az ellentámadás, azonban Szenner Szeler szerelt. Gelencsér bedobása már Jásinak, aztán Balog szerezheti meg. Odor előzte meg őt. Balog. Öt fedéljátékos gyűrűjében nem sikerült elvinni a labdát. Ez pedig már kint volt. Hajnal. Elakad a lövése. Rózsa szerez labdát. Tótnak kellett védenie. Keller. Eladja a labdát. Rózsa rálép a bőrgolyóra. Így oda a fedélhelyzet. Keller. Szép játék. Máriási. Az utolsó pillanatban Odor lépett közbe. Megmentve csapatát a kapura lövéstől. Holdvilág, jó volt a csel, indítja Rózsát, egyedül mehet és Keller érkezik vissza időben. Szabálytalan volt a megmozdulása. Tizennyolcadik perc, 1-1 a mérkőzés állása, amikor szabadrúgást végezhet el Odor. 12 méter a kaputól, és nem is volt rossz. Alig néhány centivel került el a Feca kapuját. Molnár. Balog. Máriási. Még meg lehet szerezni, nem? Kint volt már a labda. Tóth. Rózsán szerelte most Molnár Zsolt, aztán Máriási kap egy jó indítást. Láng jött ki jól a kapujából. Szenner. Gelencsér esik el közben. Nem volt közelében ellenfél játékos. Balognak kissé magas volt az indítás. Láng kirúgása. Keller. Veszélyes cselezgetni a kapu előterében, a saját kapu előterében. Aztán Máriási lövő fejbe ismét saját játékosát, most Gelencsért. Holdvilág bedobása. Odor üresen fordulhatott kapura. Azonban a lövése levágódott Molnár Zsoltról. Holdvilág. Jó volt a váltás.
Tóth. Molnár szerel. Aztán Szenner emeli ki a játékszert az oldalvonalon túlra. Te szólj, hogy egyet már íveljenek fel, bozd meg! De a fejem tetejére! 20. perc, 1-1 a mérkőzés állása. Balogh Zoltán helyett Király Ferenc a pályán 13-as számmal. Molnár, Máriási. Szép volt a kényszerítő. Még így volt a lehetőség, lángvéd. Aztán Király nem tudott a hálóba passzolni. Indulhat az ellenakció, Ódor. Ez már Tóth kapusé. Gerencsért próbálta megállítani Szenner. Szabálytalanul aztán elövi. Lángnak kellett tornásznia. Négy perc van még hátra az első játék részből. Mindkét csapat egyszer-egyszer talált az ellenhálójába. Ott nem volt ember, ahova Máriási gondolta volna, hogy érkezzen. Tóth bedobása. A másik Tóthé, Tóth Attiláé. Király. Keller. Máriási. Molnár. Jól tartja a labdát. Aztán szereli őt Tóth. Ódor. Balogh. Ódor. Kellerről vágódik le. Dobhat a fedél. Mivel hogy plafont ért a labda, így játékvezetői feldobásra került sor, melyet a Feca visszaadott a támadásban lévő Fedél Kft.-nek. Ódor. Rózsa teri betalálja a hálóört. Most jól jött ki. Kupac a kapusa, aztán Máriási lépett közbe. Balogh. Ódor. Máriási szerel. Indítja Molnárt. Rövide visszaadott labda. Molnár lövésébe csúszott be Balogh Árpád. Szép volt az összjáték, volt Világ és Rózsa között. Aztán Király lépett vissza szabálytalanul. Huszonnegyedik perc. Balogh szabad rugása. Nem is volt rossz. Nem sokkal került el a kaput. Máriási hozhatja fel. Aztán Molnárhoz passzol. Gerencsér. Balogh támadja. Keller. Király. Könnyedén szerelik. Rózsa indul meg. Balognak teszik oldalra, és jól jött ki. Tóth kapus. Az első játékrész utolsó percében járunk. Király fejeli ki a labdát, aztán Keller megtorpan, indulhatott volna. Máriási. Gelencsér. Jól pörgette tovább Molnának.
lábánk hosszú kidobás a borostyán felé. Keller. Gelencsér. Horváth Zoltánnal szemben. Máriási végezhetett szabadrúgás tehát az első játékrész utolsó percében. Már túl is vagyunk a rendes játékidőn. A játékvezetők még hosszabbítanak egy pár másodpercet. És most van vége az első játékrésznek tehát. Ódor és Juhász góljaival Fedél Kft. Klubfeca 1-1. Útjára indult a labda a második félidőben. Klubfeca kezdte a második játékrészt. Holdvilág, Horváth, kapu mellé. Hajnal. Horváth fejeli vissza. Aztán Rózsa próbált Holdvilág elé játszani. Hajnal. Lökték. Szabadrúgás a kékmezeseknek. Ezt a pontrugást is Máriási végzi el. Úgy érzem, kissé közel van a kéttagú sorfal, amit Máriási szétugraszt. Hajnal lövi rá, lángnak kellett hárítani a lábbal. Hajnal bedobása, Spánic elől fejelte ki Rózsa. Aztán Spánic bedobásával kereste Juhászt, nem szerelték. Molnár. Rózsa. Majdnem sikerült elmennie Molnár mellett, de csak majdnem. Láng kirúgása. Máriási. Horváth szerez labdát, aztán Rózsa teszi vissza Holdvilágnak. Rózsa. Jó lövés, egy szép gól! Egy jó akció végén, hogy 10-11 méterről Rózsa Csaba vállalkozott egy lövésre, és labdája a Klubfeca kapujának jobb alsó sarkában kötött ki. Itt tehát a második félidő harmadik percében 2-1 a Fedél Kft. Javára. Holdvilág, szép volt a csel. Tótnak kellett hárítania. A labda eltűnt egy pillanatra a vidatlanoktatási központ rejtelmeiben. Való szöglete. Ez is veszélyes volt. Horváth. Hajnal előzi meg, aztán fejjel tovább bít a kapu felé. Láng hárított. Juhász. Molnárnak hátra. Juhász teszi vissza Molnár Zsolthoz. Spánic pedig nem tudja megszerezni a vonal előtt a labdát. Horváth. Balogh.
Ballót szerelte Máriási, aztán Jóászhoz továbbít Spánic. Jó, gyors akció, Borostyán vissza, Balog levágódott. Újabb gólszerzési lehetőség adódott a Fedél Kft. Előtt. Molnár. A klubfeca többet birtokolja a labdát, ám a Fedél Kft. Az, aki jobban használja ki helyzeteit. Veszélyesebb a kapura. Ismét közel állt a sorfalt alkotó Balló. Máriási próbáltak a kapura kézni. Balog. Szép volt a szerelés. Spánic indíthatja a klubfeca támadását. Hajnal egyből próbálkozott. Lehet jobb lett volna, hogyha középre adja. Máriási váltott üresen. Balló. Nagy lövés, nagy védés. Előre Borostyán támadta Máriásit. Ez is szabálytalan megmozdulás volt. Máriási. Juhász lövi el. Nem sokkal került el a kaput. Esetleges győzelmével egy helyet léphet előre a tabellán. Megelőzheti a Sünyés barátai csapatát. Juhász, szép gól volt! Hajnal bedobását Juhász fejelte a bal felső sarokba a második félidő 7. percében. Itt hát már 2-2 az állás. Világot szerelte Spánic, aztán Máriási elől Horváth mentett fejjel Molnár egészen hátra Tóth kapushoz, ez pedig Juhásznak már hosszú. Kiegyenlített a küzdelem, ezt mutatja az eredmény, és ez pedig rossz volt. Ketten mentek egy labdára, ezt ki is használta a Fedél. Holdvilág passzolt az üresen álló Ballóhoz, aki a kapu közepébe továbbította a labdát. Így már 3-2 a Fedél javára. 33. perc tehát. Juhász. Hajnal. Elvállalja messziről, nem volt jó. A Fedél harmadik gólját egy nagy-nagy védelmi hiba előzte meg. Spánic és Hajnal is egyszerre indultak a labdára, ott hagyva embereiket, akik így könnyűszerrel játszották át Tóth kapust. Molnár, Juhász, jó labda Máriásnak. Elmegy az emelés kapu fölött. Lang. Borostyán elől mentett Molnár.
Jófecának mindenképpen győznie kellene ezen a mérkőzésen, hogyha életben akarja tartani bajnoki reményeit, hiszen így tud csak lépést tartani a listavezető Csé plusz V-vel szemben. Máriási, jó beadás! Juhász fejed mellé. Szép akció volt. Balog. Spánic fejelte vissza. Borostyán fordíthatja a fedél akcióját. Magasan a kapu fölélő. A 35. perc, 3-2 a Fedél Kft. Javára. Molnár. Máriási. Három sárga mezes gyűrűjében kapja vissza, és jól továbbítja. Hajnal pedig megpróbálta középre sarkalni a labdát, ez sikerült, és neki nem érkezett társ. Molnár. Üresen Hajnal. Megállíthatta volna a labdát. Ő egyből próbálkozott, és a kapu fölé ezzel. Horváth. Nagy gól! Horváth cselezgetett a kaputól 15 méterre, aztán vállalkozott egy lövésre, és így növelte a Fedél előnyét. A 35. percben, tehát már 4-2 a Fedél Kft. Javára. Juhász. Máriási. Molnár. Molnár vieti el. Aztán kisebb szóváltás Ódor és Molnár között. Kékmezesek támadnak, próbálkoznak, a gólt nem sikerül lőniük, míg a Fedél Kft. Játékosai kifejezetten jól használják ki helyzeteiket. Spánic lőtt kapura, ez levágódott Horvátról. Szöglet. Máriási bedobása, kifejelik a labdát, Molnár teszi vissza, aztán Balló indulna meg. Balog, Juhász ment szögletre. Második félidő 13. perce, 4-2 a Fedél javára. Horváth! Balog. Juhász teszi vissza Molnárnak. Spánic fut a jobb oldalon, nem éri el a labdát. Bedobás. Aztán Molnár csúszik el. Spánic. Máriási próbálta volna játékba hozni. Láng kirúgása. Spánic mellett továbbítja a labdát, aztán jól viszi el Ódor mellett is. Horváth pedig becsúsz a szerel. Aztán... Magasan előre, Spánic fejelő vissza, Juhász megy el a bal szélen, Balókhoz továbbít, most jól játszanak össze.
csak nem tudnak a kapu felé menni. Aztán Molnár oldja meg a helyzetet. Kilövi a pályáról a labdát. Második félidő 15. perce. Két góllal vezet a Fedél. Balló. Jól fordul le Spánicról, aztán beforgatja Máriásit és Tóth. Hosszú volt az átadás. Balog. Jó csel. Aztán jó a továbbítás is. Most fordulnak a sárgamezesek. Balló. Keller szerelte. Horváth. Máriási, szép volt a sarkozás Balognak, aztán jól kapja vissza, a sláng jön ki, jól a kapujából ismét. Juhász, Máriási, Borostyán volt szabálytalan, aztán Kis Lajos figyelmezteti Láng kapust szövegelésért. A sorfal most is közelebb van, mint 3 méter. Máriási, Juhász. Horvátról ment ki. Dobhat a feca. Juhász bedobása. Keller egyből. Nem találta a labdát. Belül az utolsó 10 percen tehát. Most kell indítani a végső rohamait a klubfecának. Rendkívüli hajrába kell kezdenie, hogyha legalább az egyik pontot meg akarják szerezni. Keller. Balog teszi vissza. Aztán Keller szelidíti meg a labdát. Horváth és Balló között passzolt Máriásihoz, akit Borostyán szerelt ismét. Megint csak szabálytalanul. Balog végezte el a szabadrúgást, aztán sarokkal tette tovább Kellernek, egészen hátra, Tóth kapusig. Nem volt pontos az összjáték. Balló, Borostyán érkezik üresen, kapu mellé lőtt. Negyvenharmadik perc. 4-2-re veszett a Fedél. Hajnal. Keller. Távolról lövi el. Amúgy reflexzerűen kapott bele láng. Horváth fejeli ki. Aztán Ballót szereli Hajnal. Balog. Keller. Láng kidobása Balló felé. Jó a csel, ellövi távolról. Tóthnak kellett hárítania. Balló teszi középre. Borostyán pedig nem tudta megkaparintani a labdát, csupán belepött szintet. Túra gurult. Láng kidobása a másik kapuig.
Gelencsér. Keller. Rossz volt a passz. Ódor szerzi meg. Hajnal. Horváth. Hajnal buktatja Horváth Zoltánt. Balló végezte a szabadrúgást. Kapu fölé lőtt. Keller. Jó a csel. Most már a kapus is előrébb húzódik. Keller kézzel ért a labdához. 5 perc van még hátra a találkozóból. 4-2-re vezet a sárgamezes Fedél Kft. Nem értették meg egymást Ódor és Balló. Máriási. Borostyán. Máriási. Nem engedte a labdához. Keller. Máriási felé, aztán Borostyán fejelte ki a labdát. Máriási szöglete. Mindig ott a lehetőség. Hajnal. Véd a kapus. Kapufa. Máriási lövése. És csak most van kint a labda. Kirúgás az ítélet. Ódor. Keller. Balót cselezte ki. Aztán Hajnalra érkezik Szenner, aztán verekedés történt. Hajnal és Szenner csapott össze egymással. Szenner a földre kerül. Elszabadultak az indulatok. Hajnal és Szenner csapott össze. Mindkét játékos most levonul a pályáról. Három perc van hátra a mérkőzésből. 4-2-re vezet a Fedél Kft. Gelencsér, Máriási. Rózsa tette vissza. Borostyánnak. Aztán fordulhat a klubfeca. Máriási. Tóth állította meg szabálytalanul a szaggatott vonalnál. 9 méterre a kaputól. Most értett végezheti el a szabadrúgást. Máriási. Levágódik a lövése. Keller. Borostyán fejeli ki. Máriási. Keresztbe állt a pályán. Az indítást Keller csípi el. Máriási. Gelencsér nem találta el jól a labdát. Borostyán. Kötény. Balog a kapu mellé. Egy kontraakció után. Keller. Az utolsó percben járunk a mérkőzésen. 4-2 a Fedélnek. Keller teszi középre és Gelencsér. Ez egy szépítési lehetőség volt.
Gelencsér viszont nem találta el a labdát. Lánk kirúgása Borostyán. Nagy gólt lő. Ez volt a kegyelem döfés. Borostyán tört kapura a mérkőzés utolsó percében, és a felső léc volt segítségére, honnan vágódott a labda a klub feca hálójába. A 49. percben 5-2 a Fedél Kft. Amára. Borostyán, illetve Kelencsér volt, elnézést a kapufára lőtt. És most járt le az 50 perc, tehát a mérkőzés végeredménye. Fedél Kft. Klubfeca 5-2. A gólokat Ódor, Juhász, Rózsa, Juhász még egyszer hálóba talált, Balló, Horváth Zoltán és Borostyán Csaba szerezték. Tehát még egyszer a végeredmény. Fedél Kft. Klubfeca 5-2. Tehát ilyen és ehhez hasonló parázs jeleneteket is láthatnak a kispályás labdarúgó mérkőzéseken. És hogy mi történt még a 18. fordulóban, a következő összeállításból láthatjuk. A 18. fordulóban hétfőn a Köfém sportcsarnokban a 10. Gallon Kft. A 8. helyzet Blue Hétfő csapatával találkozott. Az utóbbi hetekben bukdácsoló Blue Hétfő sokáig jól játszott, mindkét csapat nagy iramot diktált és fej-fej mellett haladtak. Mindkét oldalon sok helyzetet dolgoztak ki a játékosok. 10 perccel a mérkőzés vége előtt szerzett vezetést utoljára a Gallon, és ezután teljesen szétesett a kékmezesek játéka. A Gallon Kft. Végül 7-3-ra nyerte az összecsapást. Nagyon kellett ez a győzelem most. Hát igen, eléggé lecsúsztunk itt a második fordulókba, illetve az előző mérkőzéseken. Tulajdonképpen végig nagyon jó csapatokkal játszottunk, nagyon nemes ellenfelekkel. Igazából kétszer is lehetett volna lehetőségünk arra, hogy x-eljünk, de sajnos nem jött össze. Egyrészt tempóban nem bírtuk. Most a Blue Hétfő az utóbbi mérkőzéseken igen gyengén szerepel, sok gólt kapnak, gyengébb, mint ősszel voltak? Nem, hát mindenképpen nagyon jó csapat és nagyon jó összjátékban játszanak. Talán egy kicsikét a második fél idő elején megpróbáltuk és igyekeztünk átvenni a szervezést, illetve a támadást. Talán összejött. Igazából nagyon jó csapat, mert tartom, hiszen tavalyi szezonban a másodosztályban végig velük játszottunk nagyon szoros mérkőzéseket. Hát egy kicsit szerencse is, meg úgy érzem, hogy talán jobban fel tudtunk pörögni a második fél időben. A mi csapatunk egy olyan csapat, akik így hetente egyszer tudunk egy összejön mérkőzésre, általában a munkájuk miatt nagyon elfoglalt emberek vagyunk, és nem is ismerjük egymást szinte. Nincs időnk gyakorolni. Első fél időben általában még jól hozzuk a meccseket, másik fél időre elfáradunk, főleg fejben fáradunk el, nem csak fizikálisan. Hogy nincs együtt a csapat, hát akkor hogyan indultak volna? Mindenkinek családja van, munkája van, és hobbi szinten indult az egész, teljesen önfenntartóak vagyunk most is. Ideig jutottunk, úgy látszik ez volt a csúcs, hogy ideig eljutottunk, és ez a heti egy alkalommal összejövet, az erre volt elég, hogy eljussunk az első osztályba, de úgy látszik, nem tudunk megkapaszkodni. A Bonbon-Bolt Fevita összecsapás a papírforma szerint a forduló előtt könnyed pályaválasztó győzelmet ígért. Nos, erre nem is cáfolt rá az ősszel 6-0-ra diadalmaskodó Bonbon-Bolt, és már az első percekben megkezdte a gólgyártást. A mérkőzés érdekessége volt, hogy a sárgamezes hűtőháziak ezen a találkozón 18 forduló alatt századszor kezdhettek közepet kapott gól után. A Bonbonnak 4-et kellett a hálóba rámolnia, mire a Fevita szépíteni tudott, de ellenfelét megállítani nem tudta. A mérkőzést a Bonbon nyerte könnyedén 10-2-re. Sajnos nagyon gyengélkedik a csapat. Hol nem vagyunk meg, ha meg vagyunk, akkor lelkesedés hiányzik. Mikor az is megvan, akkor a játék nem megy. Valahogy mindig sok gólt kapunk, és nem igazán tudunk gólt lőni. Nem tudom, tudtok-e róla, hogy ezen a mérkőzésen kaptátok a 100. gólotokat az idényben? Hát sejtettük, hogy valahol ott járunk, azt nem tudjuk pontosan, hogy mennyi. Hát sajnos nagyon sok. Javulás várható? Jövő héten a Blue Hétfő ellen lehet javítani. Bízunk benne, minden meccsen bízunk benne, de sajnos nem akar jönni a jobb játék. Főleg az eredmények, a jobb játék nem is lenne, nem lenne baj, csak az eredmények hiányoznak. Elég jól játszott a mai nap a csapatunk, tehát az elején is hamar gólt tudtunk szerezni, úgyhogy könnyű mérkőzés volt. Nagy gólarányú győzelmet arattunk, de
ráfért a csapatunkra, egymás után ötödik győzelmüket arattuk, de ezek úgymond ilyen kötelező győzelmek voltak, most jönnek azok a mérkőzések, amelyek igazán nehezek lesznek. Nem tudom, tudsz-e róla, hogy ti szereztétek a Pevita 100. kapott gólját a bajnokság során? Hát büszkék vagyunk rá, ők biztosan nem. Hát nem szerepelnek úgy, ahogy az utóbbi években szokták, sajnos a tavalyi évük se volt olyan, amilyen nekünk szerették volna. Sajnálom, hogy így állnak most, lelkesek, harcolnak, de most úgy látom, hogy elég nehéz a helyzetük. A hétfői utolsó összecsapás hozta a forduló talán legnagyobb meglepetését. A MÁV gépészet a Turul lány csapatával csapott össze. Az első félidőben a Turul volt aktívabb, de a MÁV jól küzdött. A kiegyenlített játék 0-0-ás eredményt hozott az első 25 percben. A szünet után aztán a vasutasok fokozatosan átvették az irányítást, sőt még a vezetést is megszerezték. A hátralévő percekben a Turul játékosai képtelenek voltak bevenni a nagykedvel játszó ellenkapuját, és így a sereghajtó MÁV óriási meglepetésre verni tudta a tavalyi bajnokot. A Turul lány vereségével még inkább leszakadt a vezető pozíciókat elfoglaló együttesektől. Nem erre számítottunk. Azt tudtuk, hogy jó csapat, nem tudtunk felpörögni a mérkőzésre, sajnos. Mi lehetett az ok leginkább? Jobban akarták a győzelmet, a miénk szóval nem érezték át a mérkőzés súlyát, hogy ez egy jó csapat, ez ugyanúgy kell hajtani, mint hogyha a C+ vérlel játszanak, úgyhogy megérdemelten győzött a kártyát. Az előfordulhat még a bajnokság során, hogy betlizetek egy alsó régióbeli csapat ellen? Sajnos ilyen hozzáállással igen, a csapat egyszerűen én nem tudom mi van, nem érzik át, hogy itt hajtani kell ugyanúgy, mint hogyha a jobb csapatok ellen játszanak. Talán egy kicsit összeszedjük magunkat a végére. A szerdai játéknapon a Sunyi és barátai csapata a Zöldkert 96 Kft-t fogadta. Az ötödik fordulóban a Sunyi nagy küzdelemben 2-1-re nyert. Most nem kezdhette a mérkőzés túl nagy győzelmi esélyekkel a rózsaszín trikós együttes, hiszen egy játékossal kisebb létszámmal voltak kénytelenek kiállni. Ez meg is látszott az első félidei játékon, és 3-1-es Zöldkert vezetésnél fordulhattak a csapatok. Aztán felzárkóztak a hátrányban lévők, majd a Pepita mezesek ismét növelték előnyüket. A második félidőben nagyrészt az eredmény ilyesfajta alakulásának lehettünk tanúi. Az utolsó percekben a Sunyi elfáradt, és a Zöldkereszt kihasználva rövid idő alatt többször is bevette az ellenfele hálóját. A gólzáporos mérkőzés végeredménye 9-5 a Zöldkert javára. Nagyon megerőltető volt, ugyanis ők négyen voltak, és a legnehezebb négy ember ellen játszik, főleg amúgy is, hogy nem olyan rossz játékosokba álltak. Hát meg mi meg is nehezítettük saját mondóra. Egyéb volt. Végül kilomásnak kellett volna lennie. Komolyan nehéz négy ember ellen játszani? Hát ők dupla erőbedobással, mi pedig hát, könnyebben veszük. Ezt tudod, hogy könnyebben veszük. Mert elég sok gólt lőttetek a végére. Hát a végén már, de hát kapattunk is volna. Úgyhogy nem volt olyan könnyű. Az eredmény az mutatja, hogy sima volt, de nem volt sima. Ezzel is most előbbre léptetek a tabellán, feltéve, hogyha a riválisok vereséget szedtek. Még hát a kieső helytől nem nagyon távolodtunk, az még messze van. A tabellát elemezgetve az egyik legnagyobb küzdelmet ígérő mérkőzésnek a Mástészta Bádogos ígérkezett. Októberben a Mástészta nyert 6-3-ra és most is nagy eséllyel indult, mert hogy a múlt héten kiváló játékkal diadalmaskodtak a Blue hétfő felett. Most a Bádogos együttesében rendkívül kemény ellenfélre találtak. A zöldmezesek szinte végig irányították a játékot. Az első félidőben 1-0-ra vezetett a legjobb összeállításában szereplő Bádogos. Fordulás után a Mástészta egyre elkeseredettebben próbálkozott az egyenlítéssel, azonban ehelyett ismét gólt kaptak. 2-0 a Bádogosnak. A sárga-feketék erejéből csupán a szépítésre futotta, egy szabadrugás után voltak eredményesek. A Bádogos győzelmével távolabb került a kieső zónától, a Mástészta viszont visszaesett a 12. helyre. Kicsit nehéz volt, mert az ellenfél nagyon visszaállt, és nem nagyon tudtunk velük mit kezdeni. Szerencsére azért két támadást berúgtunk, ki kellett jönniük, könnyebb volt, de a végén, amikor rúgták a gólt, utána megint nehéz lett. Elég masszív ellenfelünk volt. Te leginkább a góllövésről vagy híres, kispencses nagypán is egyaránt. Hát azért ez így túlzás, néha azért összejön. Gól, passz, mikor hogy. Azért híres nem vagyok. Milyen gyakran tudsz rendelkezésre állni a csapatnak? Hát elég ritkán, mert mivel én nagypályán is játszom, azért az valamivel fontosabb is ez. De azért, hogyha tudok, akkor eljövök ide, és mert szeretek itt is játszani. Igen, kemény találkozó volt. Mennyire volt nehéz? Hát mint a szokásos, de létfontosságú lett volna nekünk. Mert annál többet kellett volna. Nem baj, ott leszünk, feljutunk, ez biztos.
Hol láttad most a hibát? Keveset támadtunk sajnos, szétszakadt a mezőny, hátul voltunk sokan, elől kevesen, nem baj, belejövünk, még sok van hátra. A 18. forduló több rangadót is felvonultatott, ezek közül az egyik a Fapados Söröző Cséplusz V összecsapás volt. A rendkívüli, idegölő küzdelemben a Fapados tűnt aktívabbnak és pontosabbnak, ezt mutatta az eredmény is. Az első játékrészben a meccs előtti negyedik helyezett gárda szerzett vezetést. Fordulás után ugyanakkora elánnal küzdöttek a csapatok, mint azt az első 25 percben tették. A Fapados növelni tudta előnyét, ami azt sejtette, hogy itt már a Cséplusz V fordítani nem tud. A listavezető azért még szépíteni tudott, ám egyenlíteni nem, így maradt a 2-1 a Fapados javára. Azt hiszem, ezen a mérkőzésen a küzdelem dominált, nem nagyon láthatott a közönség szép játékot, de hát most az eredmény volt a fontos ezen a mérkőzésen. Most ugye a mérkőzés tekintetében elképzelhető, hogy most már mindenképpen a bajnoki cím az elvárás a csapattól. Igen, igyekszünk mindent megtenni. Hát a következő két fordulóban kiderül, hiszen az előttünk és a mögöttünk állóval játszunk. Ha ezeket a mérkőzéseket is megnyerjük, akkor még lehet esélyünk, de hát ez még valakinek meg kell fognia a Cséplusz-t rajtunk kívül. A Cséplusz-t csapatvezetője egy érdekes momentumra hívta fel a figyelmet. Elszenvedtük az első vereséget. Hát úgy érzem, hogy egy elég kiérezett küzdelembe kaptunk ki, és hát nem szoktam kritizálni a játékvezetőt, mert gondolom, akik a sportot nézik meg a labdarúgást, azok mindig kritizálják a játékvezetőt. De volt egy vitatott eset, amikor kézzel a hatoson belül az utolsó előtti percben befogta az ellenfél játékosa. Mérkőzés végén rákérdeztem, és a játékvezető azt mondta, hogy hova, látta, hogy kéz volt, de hova rakta volna a kezét, rakta volna hátra. Hát szóval ez jellemző az egész kispályás játékvezetésre évek óta. És úgy érzem, hogy most egy kicsit indulatos vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben az történik, hogyha egy-két ponttal elhúz a Cséplusz-é, akkor utána megpróbálnak egy kis játékvezetői segédlettel szorossá tenni a bajnokságot, azzal a mondattal, hogy ne legyen unalmas, hogy a csapatok hogy a csapatok az utolsó két-három fordulóra, mert már eldőlt a kiesés meg a bajnokság sorsa, nem állnak ki, lásd, tavaly előtt is mindig úgy fejeződött be a bajnokság, hogyha valamelyik csapat elhúzott és a kiesők is megvoltak, és ebben hatékonyan én úgy érzem, ha megsértődnek a játékvezetők, ha nem, mindig besegítenek. És a szövetség részéről is egy hibának tartom ezt, hogy egy ilyen rangadón, amikor az első meg a harmadik és neves játékosok játszanak benne, senki nem képviseltette magát. Több csapatból kim voltak a szurkolók. Nem hiányzik nekem, hogy többen nézzenek mindeddig, félre ne értés elség, de igenis megérdemelnénk annyit a szövetség részéről, hogy valaki kijöjjön, és igenis a játékvezetőket is kritizálja. Most biztos vagyok benne, hogy ők rúgtak két gólt, mi egyet, el kell ismerni, ők voltak a jobbak, de a teljes korai körülmények között történik minden, akkor úgy érzem, felrakjuk a kezünket, és gratulálunk az ellenfélnek, mindez is történt. Természetesen szó nélkül nem megyek el a játékvezetői bíráskodás mellett. Tehát nézzük a 18. forduló eredményeit. Gallon Kft. Blue hétfő 7-3, Fevita Bombombolt 2-10, MÁV Gépészet Turulline 1-0, Fedél Kft. Klubfeca 5-2, Sünni és Barátai Zöldker 96 Kft. 5-9, Más Tészta Bádogos 1-2, Fapados Söröző Cséplusz V 2-1. A tabellán veresége ellenére továbbra is a Cséplusz V áll az első helyen 32 ponttal, második a Klubfeca 28-al és harmadik a Fapados Söröző szintén 28 ponttal. Negyedik a Bombon, ötödik a Turulline, hatodik a Fedél, hetedik a Sünni és Barátai, nyolcadik a Bádogos, kilencedik a Blue Hétfő, majd tizedik a Gallon Kft. Az utóbbi három csapat 15 ponttal, majd leszakadva a mezőnytől 11. a Zöldker, 12. a Más Tészta, 13. a MÁV Gépészet és az utolsó helyen a Fevita áll 8 ponttal. Kispályán legközelebb a jövő héten csapnak össze az első osztályú együttesek, a műsor pedig terveink szerint a megszokott időpontban jelentkezik majd szombaton. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!